A Gyöngyi Tolnai Lajos Gimnázium akusztik zenekara adott műsort a Szekszárdi Vármegyeháza dísztermében a meghívottaknak. Évek óta hagyomány, hogy a Tolnatáj Televízió februárban évnyitó rendezvényre hívja a legfontosabb partnereit. Megnyitó beszédében Irén Dánovics István, a televízió vezérigazgatója azt emelte ki, hogy a csatorna az idei évtől kiemelt figyelmet fordít a politika mellett a megye gazdasági szereplőire is. Ez lesz az egyik legmarkánsabb változás 2019-ben. Hogy az itt élő emberek számára itt is van perspektíva. Hogy a fiataloknak nem kell Pestre és külföldre menni, itt is el lehet helyezkedni, itt is vannak iskolák, képzési centrumok és nagyon jó munkahelyek. Az est minden évben kiváló alkalmat kínál arra, hogy a meghívott vendégek kötetlen formában beszélgethessenek a televízió munkatársaival. Egy remek alkalom arra, hogy itt egymással is találkozzunk. A televízió munkatársai, a politikusok, a gazdasági vezetők, például a Tolnatáj Televíziónak a vezetősége. A televízió évnyitóján a megye több településének polgármestere mellett az országgyűlési képviselők és az országos politika itteni szereplői is rendszeresen részt vesznek. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár most arról beszélt, hogy neki államtitkárként is kiemelten fontos, hogy napra kész legyen Tolna megyében és a választókörzetében élők mindennapjaival, ezért is vesz részt minden évben az évnyitó vacsorán. Mindig fontosnak tartom azt, hogy az adott térségnek a képviselője mondjuk a térségbe éljen, ott próbáljon meg dolgozni, illetve a munkája jövő részét azért fejtse ki. Az idei évben a Tolna megyei önkormányzat volt a vendéglátó. Fehérvári Tamás, a közgyűlés elnöke arról beszélt, hogy a helyi sajtó munkája nélkül az emberek nem értesülnének azokról a fejlesztésekről, amik a Tolna megyeieket szolgálják. Nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy az emberek jól érezzék magukat ott, ahol élnek. Ehhez azért a körülményeket segítenünk kell biztosítani. Tudjuk, hogy nem vagyunk mindenhatók, és nem tudjuk ezeket. Személy szerint akár a megyei közgyűlés, akár a megye elnöke ezt biztosítani, hanem ez összefogás kérdése. A Tolnatáj Televízió vacsoráján késő estig beszélgettek egymással a meghívott vendégek és a csatorna munkatársai.